Kárpátaljára látogatott Magyarország nemrég beiktatott új ukrajnai nagykövete, Heizer Antal, a 2000-es években a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalt vezette, valamint nagykövetként szolgált többek között Kínában, Szlovákiában, Kazahsztánban és Albániában is. A kijevi magyar nagykövetség élén a kárpátaljai származású Ígyártó Istvánt váltotta, aki 2018 óta töltötte be ezt a pozíciót. Mostani munkalátogatása során Heizer Antal találkozott a Kárpátaljai megyei és beregszászi járási katonai adminisztráció, illetve a megyei, valamint a járási tanács vezetőségével, továbbá Beregszász polgármesterével, a történelmi egyházak képviselőivel, de közéleti szereplőkkel is személyes beszélgetést folytatott a jövőbeni együttműködést illetően. Mozgalmas, de nagyon baráti látogatás volt. Nagyon sok olyan intézménybe jártam, ahol korábban már voltam főosztályvezetőként, de mégis látom azt a fejlődést, ami az elmúlt 4-5 évben történt. Látom azt a közösség megtartó erőt, ami a szervezetekben, egyházi vezetőkben van, és hát függetlenül a magyar közösségtől, ugye a megyei vezetéssel is tudtam találkozni. Szerettem volna azt az üzenetet továbbítani mind a magyar közösség, mind a többségi társadalom képviselői felé, hogy Magyarország egy jó szándékú szomszéd, amely teljesen nyilvános és nyílt politikát folytat, amit mondunk, azt is tesszük. Én remélem az üzenetem átjött, és remélem, hogy gyakran jövök még Kárpátaljára, olyan rendezvényekre is, ahol a közösség tagjaival, a falvak tagjaival, vagy a faluba a rendezvényeken találkozhatom a magyar közösséggel. Én magam is falusi gyerek vagyok, tudom, hogy ez mennyire fontos, hogy egy közösségbe, egy helyi közösségbe még legyen egy tanár, legyen egy egyházi vezető, aki összefogja a közösséget. És ehhez, ha mi lelki támaszt tudunk adni, és Magyarország a jövőben is anyagi támogatást is tud adni, akkor azt hiszem, hogy a közösség jövője biztosított. A beregszászi munkalátogatása alkalmával sorra kereste fel azokat az intézményeket, amelyek anyaországi támogatásoknak köszönhetően működnek és fejlődnek. Eszmecserét folytatott többek között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Matthias Corvinus Kollégium Kárpátaljai Képzési Központjának vezetésével, de megtekintette azokat a munkálatokat is, amelyek jelenleg is folynak a városban. Ma láttam olyan intézményt, ahol még a tervezés szakaszában vagyunk, mondjuk a zsinagóga felújításnál. Láttam olyan intézményt, ami elkészült a középiskolánál, de a bebútorozás előtt állunk, és láttam mondjuk az MCC-ben olyan intézményt, ami már működőképes, épp elindította a tevékenységét. Tehát különböző fázisokban, különböző szakaszokban vannak az intézményeink, de mindenhol láttam azt az embert, aki mögötte van, hisz a falakat azért építjük, hogy abban valós tartalom legyen, és a falak megálmodói azok az emberek, akik később oda programokat visznek, akik összefogják a közösséget, akik a fiatalokat itt tartják, vagy visszacsalogatják majd, hogyha eljön annak az ideje, hogy hazatérhetnek. A nagykövet látogatása során leródta tiszteletét az orosz-ukrán háborúban elesett katonák emlékművénél is.